Kedves nézőink, a következő stúdió beszélgetésben a Bródy Imre gimnáziummal ismerkedhetnek meg. Köszönöm a stúdióban Mihályfi Lászlót, a Bródy Imre gimnázium igazgatóját. Jó estét kívánok, igazgató úr! Jó estét kívánok! Én is köszöntöm az Ajka TV nézőit is. Nem tudom, hogy a jelenleg zajló oktatásügyi átalakítások, átszervezések érintik-e önöket, mint gimnáziumot. Ugye javarészt a szakképzés területén zajlanak átalakítások. Önöknél van-e valami ezzel kapcsolatban? Nálunk ez a változás, amit említett, nem érinti a képzési szerkezetet, nem érint komoly átalakítást az intézményünkben. Demográfiai helyzet milyen önöknél? Magyarán szóval létszámadatok hogy alakulnak mondjuk az előző évekhez képest? Érezni-e valamilyen változást? Sajnos, mint ahogy országosan is és megyei szinten is érezhető, az elmúlt években jelentősen csökken azon korosztálynak a létszáma, amelyiket mi a beiskolázás során megcélozunk. Sajnos az elmúlt években csökkent a beiskolázott létszám az intézményünkben. Igazgató úr, milyen képzési formákból válogathatnak a gyerekek önöknél, aki önökhöz jelentkezik, hova kerülhet? 20. éve hirdetjük meg a 6 évfolyamos gimnáziumi képzést a 6 osztályt elvégzett általános iskolai tanulók számára. Természetesen olyan ügyes diákokat várunk ide, akik ambíciózusak, szeretnének 6 év alatt plusz ismeretekhez jutni, és úgy felkészülni az érettségére, továbbtanulásra, hogy az nagy részüknek sikeres legyen. A 6 évfolyamos képzésben egyébként különleges specialitás nincs. Megjegyzem, hogy a 7.-8. évfolyamon egy idegen nyelvet tanulnak a diákjaink, a kerettantervhez képest emelt óraszámban. A későbbiekben 9.-től 2. idegen nyelvet is választhatnak, sőt kötelezően választanak, angol, német, illetve olasz nyelv közül választhatnak nálunk. Majd a 11.-12. évfolyamon, hasonlóan egyébként a többi gimnazistához, úgynevezett emelt szintű foglalkozásokat célozhatnak meg, akár 2-t is, hiszen maximum 4 órában tanulhatnak a kerettantervi követelményeken túl emelt szintű képzés keretében, ami azt jelenti, hogy 2 tárgyat heti 2-2 órában tanulnak ezek a diákok. Ezzel próbáljuk elősegíteni a továbbtanulásra való felkészülésüket, a sikeres érettségére és a továbbtanulásra. Ez volt tehát a 6 osztályos? 6 évfolyamos gimnázium. Ezen kívül természetesen 4 évfolyamos gimnáziumi osztályt is szeretnénk indítani, 2-t. Ennek keretében hirdetjük a következő képzéseket. Azon tanulók számára, akik az általános iskolában angol nyelvvel ismerkedtek meg mélyebben, nekik az angol haladó képzést indítjuk. Természetesen itt egy előzetes szintfelmérés után dönti el a szaktanárok, hiszen az első 2 évben 6 órában tanulnak, úgyhogy 2 szaktanár tanítja a diákokat. Döntik el azt, hogy milyen szintről mennek tovább. Az elmúlt évtizedek igazolták, hogy az angol haladó képzésre járó diákok általában a 11. évfolyamra olyan szintet érnek el angol nyelvből, hogy középfokú nyelvvizsgát tudnak tenni, egy részük pedig az érettségi előtt akár felsőfokút is. Azon tanulók számára, akik a német nyelvvel ismerkedtek alaposabban az általánosban, nekik a német haladó képzést kínáljuk, illetve ha úgy dönt a tanuló, hogy ő már egy megfelelő szinten áll a német nyelv ismeretében, akkor akár az angol kezdő képzésünket is választhatja. Mindegyik nyelvi képzésünkre igaz egyébként, amit a bevezetőben említettem, hogy a 9.-ben 6 órában, majd a 11.-12. 5 órában ismerkednek ezzel az első idegen nyelvvel. Második nyelvként pedig már szintén említettem angol, német, illetve olasz közül választatnak. Ezt a nyelvi képzésünket egyébként egy komoly, több mint 3000 kötetes idegen nyelvi könyvtár segíti, ezen kívül természetesen megfő végzettségű szaktanárok, illetve hosszú-hosszú ideje szervezünk Angliába, Londonba tanulmányutat, hogy egy picit a nyelvet az idegen nyelvi környezetben, igen, és tudják használni, gondolom, hogy sikerélményt jelent a gyerekeknek, amikor kimennek és látják. Természetesen. Hogy milyen. Így van, inkább magasabb évfolyamról próbálunk vinni diákokat, hiszen nekik már megvan az a megfelelő képzettségük, amivel ott beszélgetni tudnak, eligazodni. Ezen kívül pedig a német nyelvet tanulók számára egy olyan cserekapcsolatot alakítottunk ki, ami most már több mint 10 éves kapcsolat, Zulingen városában egy középiskolával. Ők 2 évente jönnek hozzánk, a mi diákjaink pedig szintén ezt viszonozzák, ezt a szakmai látogatást. Igyekszünk olasz nyelvterületre is tanulmányutat szervezni. A mi terveink szerint a közeljövőben erre is sor kerül.
A negyedik képzés, amit kínálunk, az humántagozatos képzés. Olyan tanulóknak kínáljuk, akik majdan szeretnének vagy a kommunikáció terén, bölcsészettudományokban, valahol esetleg a média közelében elhelyezkedni. Ennek a képzésnek a keretében mi 9-10. Osztályban a magyar és a történelem tantárgyak óraszámát emeljük meg a kerettantervéhez képest 1-1 órával, majd, ahogy már említettem a bevezetőben, 11-12. A diákok maguk választhatnak az emelt szintű foglalkozások közül, hát természetesen nekik a magyar és történelem emelt szintű foglalkozásokat javasoljuk. Ezt a képzésünket egy érdekes szakkörrel szeretnénk kiegészíteni. Tárgyalásokat folytattunk, többek között az Ajka TV-vel is egyébként, rádióval, helyi rádióval, a sajtóképviselőivel, illetve színházi szakemberekkel. Egy olyan képzést, amelynek keretében a diákjaink gyakorlati megközelítésben ismerkedhetnek meg a média említett területeivel és a színházzal. Jönnek a leendő kollégák. Így igaz, hozzánk. Így igaz. Én remélem, hogy lesznek olyan diákok, akik majd akár a Ajka TV-ben, akár a említett más média területeken elhelyezkednek a jövőben. Az ötödik képzésünket pedig reáltagozatként indítjuk. Látjuk azt, hogy az elmúlt években körülbelül a végzett diákjainknak az egyharmada, egynegyede műszaki irányban tanult tovább, és ezért olyan diákokat várunk ide, akik műszaki tudományok iránt, mérnöki pályák iránt érdeklődnek, programozás iránt, informatika iránt. Ezért a 9-10. Évfolyamon a matematika és informatika óra számot emeljük meg, és természetesen 11-12. Évfolyamon a diákok maguk dönthetik el, hogy az említett két tárgy mellett még esetleg a fizikát választják-e a már korábban felsorolt emelt szintű foglalkozások közül. Én úgy gondolom, hogy ez az ötféle képzés megfelelő kínálatot adhat az érdeklődő diákoknak, 8-os diákoknak a jó döntés meghozatalához. Én azt gondolom, hogy egy gimnáziumnak a színvonalát, helyét a palettán elsősorban az érettségi eredmények és a továbbtanulási mutatók jelzik leginkább. Igazgató úr, hol tart a Brody ebből a szempontból? Hol helyezkedik el? Teljesen objektív mutatókat tudok említeni, tehát úgy gondolom elfogultsággal nem vagyok semmiképpen illethető. Az elmúlt hosszú-hosszú évekre visszatekintve azt látjuk az országos mérésekből, ezt alapvetően az Oktatási Hivatal, illetve az EMMI, a mi irányító minisztériumunk állítja elő ezeket a kis mutatókat. Látható, hogy az érettségi eredmények tekintetében az országos érettségi átlagokhoz viszonyítva, és az ajkai középiskolák érettségi átlagaihoz viszonyítva is magasabb eredmény mutatnak, jobb eredmény mutatnak diákjaink minden tantárgyból. Ezen kívül természetesen fontos mutató az elmúlt majdnem egy évtized során már bevezetett kompetenciamérés, amely szövegértésre, matematikára helyezi a hangsúlyt, ezeket a területeket vizsgálja. Egyébként több évfolyamon nálunk a 8. és 10. évfolyamot érinti ez. Ha megnézzük a kompetenciamérési eredményeket, országos eredményeket, évről évre tapasztalható, hogy akár a 8-as, akár a 10-es diákjaink, tehát nem csak a 6 évfolyamosok, hanem a 4 évfolyamos diákjaink is az országos átlag felett teljesítenek. Egyik évben jobban, másik évben kevésbé, egyik évben matematikából jobban, másik évben szövegértésből, illetve a megyei viszonylatban ezt külön is szoktuk vizsgálni. 3 gimnázium minden évben előttünk helyezkedik el a rangsorban, a Lovasi, a Vetési és a két tannyelvű gimnázium. A mi eredményeink az elmúlt években nagyjából a Tür gimnázium eredményeivel egyeznek meg, tehát körülbelül 4.-5. helyen áll az intézményünk e tekintetben. A kérdésére válaszolva, továbbtanulási mutatókról mindenképpen érdemes szólni, hiszen azt gondolom a kedves szülőket, diákokat ez nagyon érdekli, hogy mégis a végzettek közül hányan mennek tovább a felsőoktatásba. A diákjaink évről évre körülbelül 80%-ban továbbtanulnak felsőoktatási intézményben, főiskolán, egyetemen. A döntő többségük egyébként államilag finanszírozott képzésbe kerül be. A körülbelül 20%, akiről nem szóltam, vagy felsőfokú OKS szakmát tanul, vagy pedig még egy évet készül esetleg, és újra megpróbálja a felsőoktatásba való bejutást. Igen, parancsoljon. Egyetlen egy mondat még, a nyelvvizsgák érdekelhetik még bizonyára, hiszen sok nyelvi képzésről szóltam az Ajka TV nézőit, és hát különösen az érintett korosztály szülőket. Azt kell mondanom, hogy körülbelül a végzett diákjaink 70%-a hagyja el
középfokú nyelvvizsgával az intézmény. Természetesen vannak olyan diákok is, akik két középfokú nyelvvizsgával, ahogy említettem, néha felsőfokú nyelvvizsgával. Azt is említette, hogy tanórán kívüli foglalkozásokon is részt vehetnek a diákok szakkörökön. Ezen a téren mit kínálnak? Tanulmányi téren egyrészt fontos kiemelnem a tehetséggondozást. Azon versenyeken, amelyek hosszú-hosszú évek óta meghirdetésre kerülnek országosan is, és természetesen az intézményünkben is, azon versenyeken, ha van jelentkező, akkor természetesen mi külön is foglalkozunk a diákokkal, a versenyre való felkészítést külön végezzük. Ha országos szintre jut tanulónk, ami nem ritka, hiszen azt mondhatom, hogy ugyan változó, hogy melyik versenyen, de évről évre, vagy OKTV-n, vagy más tanulmányi versenyen eljutnak diákjaink oda, akkor külön is foglalkozik a szaktanár az adott diákkal, diákokkal. Sport eredményeinkről itt az Ajka TV keretében is nagyon sokszor szó esett. Hosszú-hosszú évek óta szép eredményeket érünk el, például lány kosárlabdában. Ez egy külön kiemelt sportág az intézményünkben, de mellette, most nem sorolom fel, ha megengedi szerkesztő úr, labdarúgásban, kézilabdában, röplabdában és sok más sportágban készítjük a diákjainkat, illetve készülnek fel versenyekre egyesületek keretében, és érnek el gyakran a diákolimpiákon szép eredményeket. Nem szóltam a művészeti szakkörökről, énekkarunk régóta működik, most már körülbelül 40 fővel működik a leánykórus, az Ajka TV nézői is gyakran láthatják őket például a Zenevilágnapján, más rendezvényeken. Szakköri keretben foglalkozik Eisenágel Erika kolléganőm a kórus tagjaival, ezen kívül pedig rajzszakkört működtetünk, akiknek ez iránt van elkötelezettsége, fogékonysága, nekik ezt a lehetőséget biztosítjuk. Egyetlen kérdés még, mikor ismerkedhetnek meg közelről személyesen az érdeklődők az intézménnyel, magyarán mikor vannak a nyílnapok? Mielőtt erre a kérdésére válaszolnék, egyetlen egy mondat, természetesen a mai világban nagyon fontos az, hogy azon tanulók számára, akik esetleg a kezdeti időkben, 9-10. Évfolyamon az átlaghoz képest, az elvárt eredményekhez képest egy kicsit lemaradnak, mindenképpen felzárkóztatási lehetőséget kell biztosítani. Két területen minden évben biztosítjuk ezt kiemelten, a magyar nyelvtan és a matematika területén, de ha igény van rá, természetesen más közismereti tárgyokból is megszervezzük a korrepetálást. Tehát ez még a tanórán kívüli foglalkozás. Természetesen. És visszatérve akkor a kérdésére, november 4-én nagy szeretettel várjuk a nyílt napunkon az érdeklődő diákokat, szülőket. 16 órától tartunk tájékoztatót 6 évfolyamos és az említett 4 évfolyamos képzéseinkről, részletesen tárgyi felszereltségünkről, személyi feltételekről. Előtte 15 órától két részletben, kétszer fél órás részletben bemutató foglalkozásokat tartanak kollégáim az érdeklődőknek, akik több tárgy keretében is megismerkedhetnek a nálunk folyó oktatással. A második tájékoztató napra, december 2-án, szintén egy szerdai napon kerül sor. Itt a 4 órai tájékoztatót megelőzi egy már hagyományosnak mondható városi idegen nyelvi verseny angol és német nyelvből. 6-tól 12. évfolyamig várjuk a diákokat erre a rendezvényre. Igazgató úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a tájékoztatást. További jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen.